elkezdi a sorozatban gyártani, és szerte a világon a maga disztribúciós rendszerével értékes. Hagyományosan immár harmadik esztendeje választja Tatát éves gazdasági fórumának helyszínéül az a napelemrendszerekkel foglalkozó vállalat, amelynek szakmai partnerei és munkatársai a gazdaság szempontjából legfontosabb és aktuális kérdésekben egyeztettek az új kajakház ökoturisztikai központban. Mind a fejlesztésekben, az eszközökben és az üzleti életben egyre nagyobb szerep jut a mesterséges intelligenciának. A közel 3 órás program egy részében erről is tájékozódhattak a résztvevők. Az intelligencia, amiről itt ma beszélni fogok, az időm az korlátozott, az a mesterséges intelligencia alapvetően. Mindenki láthatja egyébként, akár egyszerű hétköznapi emberként, akár vállalati dolgozóként, vagy kormányhivatalnokként, hogy a mesterséges intelligencia az mindenütt megjelenik. Tehát, hogy bemegyünk egy bankba, akkor mesterséges intelligenciával találkozunk. Tudjuk, hogy Magyarországon is épült egy tesztpálya önvezető autóknak, amelyeket mesterséges intelligencia vezet. Ha egy modern kórházba bemegyünk, akkor a diagnózisok jó részét már gépek készítik, mesterséges intelligencia. És az embereknek ehhez egy sajátos viszonya látszik kibontakozni. Nagyon örülünk neki, tehát amikor kiváló a diagnózis, megkapjuk a hitelünket a banktól, akkor megdicsérjük, azt mondjuk, hogy mennyire jó ez, vagy elképzeljük, hogy az autónak a hátsó ülésén fogunk ülni, békésen olvasunk, és elvisz minket akárhova, de ugyanakkor félünk is tőle. Nem tudjuk, hogy mennyire lesz igazságos, nem tudjuk, hogy bevadulnak-e a gép. És ami a legérdekesebb dolog, nem tudjuk azt, hogy mi lesz az állásunkkal. Tehát nem tudjuk azt, hogy orvosként, oktatóként, könyvelőként, számviteli szakemberként, fejlesztő mérnökként a mesterséges intelligencia átveszi a szerepünket. Tehát erre fel kell készülni, ezzel foglalkozni kell. Az eseményen a témában érintett szakembereknek kötetlen beszélgetésre is lehetőségük nyílt, nem csak a mesterséges intelligencia változásai és fejlődése kapcsán, hanem a lakáspiac élénkülése és a fenntartható fejlődés témakörében is.